Köszöntöm Önöket! Az elmúlt héten a következő bűncselekmények történtek Dunaharasztin. Eljárást folytatunk ismeretlen tettes ellen, aki augusztus 8-án 11 és 12 óra közötti időben Dunaharaszti Hév külső állomásról eltulajdonított egy piros, bronzszínű kerékpárt. A lopással okozott kár 52 000 forint. Eljárást folytatunk K.B. a dunaharaszti lakos ellen, aki augusztus 8-án 18 óra 55 perckor egy Golgota utcai családi ház udvarában parkoló személygépkocsi szélvédőjét egy kővel bedobta. K.B. a cselekményét elismerte, annak miértjére választ adni nem tudott. A rongálással okozott kár 100 000 forint. Eljárást folytatunk ismeretlen tettes ellen, aki augusztus 8-án 23 óra körüli időben egy temető utcában található nyitott családi házba besúrant, és onnan egy női váltáskát tulajdonított el, melyben iratok és készpénz volt. A bűncselekménnyel okozott kár 30 000 forint. Ezek voltak a rendőrség elmúlt heti hírei. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!